Egy aprócska problémát véltem felfedezni a felvevő programomban, miszerint elrontotta a hangomat. Elnézést kérek, hogy ilyen hangminőségem lesz, de a következő videóra ezt már kijavítom. Elnézést, ezzel most nem foglalkoztam a videó elején. Elnézést kérek, tényleg, elnézést, ezt nem bírom hangsúlyozni. Ettől függetlenül remélem, hogy a videónak a minősége nem fog annyiban romlani, hogy lefújogjátok, vagy bármiféle ilyesmi, pedig végig jól éreztem magam, megrögtem az a készséget, de a hangom az nem olcsmány lett. Elnézést kérek, további jó szórakozást, addig is legyetek jók. Na, szintén fiúk és lányok, én Turbinyó vagyok, és jelen pillanatban a Far Cry 4-et fogom folytatni. Na most, aki nem volt mondani az előző részekről, az megtalálja a Far Cry 4 playlisten belül, és most azonnal menjünk is oda fel a helynek a halál bugyros végébe, mert így soha a büdös életben nem fogunk odaérni 6 percen belül. Na, azonnal haladunk is, így van, megyünk balra, jobbra, hátra, előre, mindenfelé. Oké, hoppá, várjál, ó, basszus! Szerintem simán becsaphatok amúgy rallisnak. Ej, hoppá, hát ezt így véletlenül ütöttem. Szerintem ettől még nem lesz semmi bajom. Na. 6 másodperc, még 600 métert kell haladnom, az fél pillanatot meg lesz ilyen szép verdában, aminek ilyen szép a kijelzője, vagy kijelzője a szélvédője. Na haladjunk! Az igazság, hogy nagyon-nagyon hagytam ki a Far Cry-ba, úgyhogy most egy kicsit vissza kell zárkóznom. Hoppá, egy kis húzs, ilyen az, tatán vészte! Rasszul, úgyis szeretem a fogamra való. Hoppá, ezek a verdák nem furán álltam itt meg. Hoppá! Teljesen jó! Hallod? Mindenki tenni csak a francba! Várjál, hogy jó irányba haladok? Tudj, hogy biztos, hogy jó irányba haladok, nem? A térkép ott legalábbis ezt jelzi, úgyhogy merem remélni, hogy tényleg jó irányba haladok. Na! Haladjunk, mert ez így soha nem fog felérni oda, ahova kell, most már csak 180 méter, tehát... Aha, már ott is van a jelzés, hogy izé merre kellett nekem írtanom a népet. Teljesen jó, addig egy olyan Colin McLean Dirt Rally-t betoltam, hogy leesett az arcot keresztbe. Opa! Némi kis tűz van. Hoppá, bocsáss meg! Majdnem elütöttelek! Bocsi! Bocsi, ne látszál egy gomba, hidd el! Szegény! Na de nem baj... Jézusom! Jó, hát akkor... Jó. Jó, hát a 160 méter... Az ott már nem van, velem vannak, jó van. Megyek véletek, megyek véletek, kidom megyek mindenkit! Én vagyok Peter Parker, és most nem Pokémon, hanem Superman leszek, megelvittek mindenkit, ahol felem kell. Ez az, a kis izé zümmögő szaromba szép darab. Oké, meg vagy mentve. Oké, ott is. Hoppá, 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 várjál. Ez így nem lesz jó. Hoppá, kicsit kigyulladt a fúzó. Hoppá, a csillagó nem gyulladt föl, fizicse. Ott az, ott akkor az a helyet lehet, hogy nem kéne nagyon hepajkodnom. Jézusom, mekkora tűz van. Már itt volt a földön valami izé, valami jó fegyver. Ezt mondjuk azért inkább használnám, mint a... Csörög, megölöttél! Hello! Mindenkit kinyírunk! Megmentek mindenkit, aki csak tudok, várjál! Jó, erre senki sem erre. Reugrok, mint a sziki szökevény. Hoppá! Várjál, eltékülünk! Ez az! Lekéseltek a francba! Ez az! 9-szerűen belejött. Majdnem jól csináltam, pedig ezt tök szépen akartam megoldani. Na várjál! Még van egy-két ember, aki kikéről likvidálnom, nem? Úristen, hallod, itt mindenhol törnek, zúznak, mindent csinálnak. Hallod, jövök, kisasszony, megmentelek! Ide hallom, hogy üvöltözöl! Jövök! Oké. Okay. Hé, ki az embert! Mekkora egy szar vagy! Ide, basszus! Várjál, ez így nem lesz jó, meg fog dögleni a francba, várjál! Ez az! Na, erről van szó. Hallod, én mindenkit, aki sem tudok, próbálok kinyírni, mert ez így nem lesz jó. Ez így nem lesz jó. Összes létező piros húrást ki kéne nyírnom. És ha beöltözök pirosnak, az megdöglöttél. Cső, kinyulladtál, te is dög lesz. Megdög lesz. Várjál. Egy gyors táradást azért be kéne eszközölnöm, mert tök jó, hogy én itt ennyi embert kinyírtam meg minden. Tényleg ez tök szuper, komolyan mondom, hát basszus, hogy Jack Nicholson vagyok most már lassan, hallod, mindjárt beöltözök Batmannek. Szuper. Nem vagyok itt a izé éjjellátó. Aj, hallod, úgy ugrálok itt a háztetőkről, hogy azt ne tudd meg. Várj, arra még valami lövöldözés, jelazd, akkor jó, ha... Aha! Helikopter! Helikopter! Szerintem én már kilőttem mindenkit, hallod? Egy már izzuhat! Jó van, csősztök! Cső! Hallod, úgy dög lesz, mint az állat! Várjál! Jó, még itt van még egy helikopter! Ez most komoly? Várjál, onnan kilőttem mindenkit, ebből még viszont nem. Hallod, ezt megoldjuk! Kigyulladtam csak úgy. Hát ez túl easy-peasy, lemon squeezy, gyere már, hova!
én mindenki kinyírok a francba. Várj, van még egy helikopter, van még egy lövölde, ahol itt már mindenki van, de komolyan, mi ez a terület, mi ez a lázadás, mi ez a támadás? Hát komolyan, én kérek elnézést, már komolyan mondom. Várjál, egy kis lőszert azért beírtatok a testbe. Take money, ez az. Mondjuk egy jó fegyverért cserébe mondjuk elég sok mindent szeretnék itt izelni. Megszerválni. 307 cuccos. Kölcsön mehetem a verdállat, Lici? Add a verdállat, ez az enyém. Nem tudok beülni, de jó. 140 méter. Megint kigyulladtam, de jó. Na várjál, akkor oda föl, húzunk föl, mert ez így nagyon nem lesz jó, hogy semmi nincsen, tehát alig van lőszerem, annyi van, mint nem is tudom, de én mindig rá akarok menni erre a rohadt tűzre, azt kigyulladni, ez nem a gáz. Na igen, ott leszünk fönt, már futok, mint egy szög. Teljesen jó. Opa! Azt mondta, hogy mit még voltam azok a pecsögök? Cső! Te már meg is haltál. Opa, még ott vagy, ott van még egy. Jövök, ugrok! Jövök! Aha, cső. Ott dobott egy izét. Ez mászupillamit. Na várj. Aha, és ide van jutok be? Hol égnek az emberek. Jó. De most komolyan, nagyon komolyan kérdezem, tök jól kigyulladtam meg mindent, de hogy jutott ide be? Ide kéne bejutnom. Az nem jó, az ajtó mindig kigyullad, kigyulladok mindig. Hogy hozzam le a tüzet? Hogy menjek oda föl? Aj, Istenem. Utána, amikor nézni kell az embernek, hogy meghalnak, mert itt hallom, hogy üvölt a csaj, de hogy segítsek? Áruld már el! Hogy? Na várjál, nézzük hát, ha innen hátulról kell mennem, és akkor az úgy jó lesz. De hogy meg itt nekiállok ezért pénzt elszedni, nagyon jó. Tök jó, hogy üvölt a csaj, de hogy? Honnan? Innen, föntről beugrok, vagy ezt most nem fog működni? Ja, hú, de jó. Hoppá! Oké. Hol vagy? Tuti lent. Aha, miért éreztem? Miért éreztem? Megmentetik a csajt, lehet, hogy jó lesz önünk! Egy jó kis nőzés mindig jó. I'm alright! And you? The people need to see her. Ah, nem ez a válasz. Egy basszus! Ide! Nem kell aggódni. Megmentettem mindenkit. 8 embert kinyírtam, vagy 20-at. Nem tudom mennyi. Számoltátok? Már én nem. This isn't on RJ, it's on me. We can't worry about that now. They took the outpost, and they have hostages. Fine. Okay. Akkor menjünk megmenteni a hostage-öket. Konkrétan, akkor szerintem menjünk megmenteni. Teljesen jó, egy ellentámadás teljesen jó. Adjál össze, papa, én kinyírok mindenkit, hallod? Ti még nem tudjátok, de egy játékban vagyok, úgyhogy én mindenkit kinyírok a francba. Mission complete. Nagyon jó. Nagyon helyes. Szuper volt. Közben kiütöm a fülemből a fülest. Na várjál, ennyi lőszer, ennyi hulla. Itt egy nagyapó, teljesen jó. Le kéne vetköztetnem, mert jó a gatyája tetszik. Még azt tényleg felvenném így a real life-ba. Ja, várj, nem. Na. New weapon. Na, akkor nézzünk, vásároljunk, várjál, nem nekem nem ezt kell weapon, és van a OK famasz, egy jó famasz, nekem mondjuk ő kéne. Jó, hát akkor, jó, én előbb-utóbb mesterlövészt fogok szerválni, de ahhoz még szerintem kell egy kis idő. Mindegy. Teljesen jó. Igazából még nem tudok fegyvert venni, szóval...
Nem baj. Mondjuk amót azért lehet, hogy kéne mennem, de... Jó, akkor most nem fogok lőszert lenni, mert nem kell. Nyugodj meg, azért, mert eltávozott, ez csak egy játék, csak a kódja halt meg! Nyugod a konzolt, előhozod, beírod IDK-fa! Újra éled. Ez a játék ez amúgy nagyon szép, ahogy annyira élnék ilyen helyen, hogy így lehugyoznám a sárba göbre-göbre-göbrét. Na, haladjunk, mert igazából még mindig nincsen semmiféle olyasmi dolgunk, ami nekünk egyszerűen nagyon kéne. Teljesen jó, egy kicsit áttaposok a hullákon. Én ennyire nem vagyok... Várj, oda kéne menni. Menjünk ezzel. Sárkányrepülővel. Szerintem az jó lesz. Na ez Jézusom, de szép. Na ilyenkor örülök annak, hogy nagyon magas beállításokon tudok játszani, és ezt nézni tudom, mert ez csodaszép. Ez nagyon jól néz ki. Hoppá! Én simán azt hittem, hogy mondom, ezt meg fogom úszni. De nem, neki mentem gombát hinek. Na mindegy. 450 méter, azt már lefutom, hallod, azt így elillá... Úristen, de gyönyörű ez a játék. Na mindegy. Nagyon durva. Na mindegy. Most már tényleg mindjárt odaérek, mert most már nagyon szögbe lévő Péter János van. Na várjál. Most már csak 300 méter, azok már tényleg pipak meg lesz, kettő pillanat alatt odaérünk, nem? De? Azt még lehet, hogy ott el kéne foglalnom, és akkor több mindent látnék a térképen, de... Mindegy. Úristen, nagyon messze kell mennem. Ha nincs abban, mi verd a környéken, vagy elég, hogyha játszom, hogy brüm, vagy mi? Hű, mire oda elsétálok, addigra kinő egy szög a lábamból. Bár itt van fenn egy út. Tuti lesz valami izé verda, vagy ha nem, akkor valaki kilökök belőle, mint az izé Grand Theft Auto-ba. És akkor jó lesz, itt van fenn egy út. Teljesen jó. Jó, hogy ez ilyen gyalogút, értem. Ez nem is valami izé verdával. Kill the Guardians and Saved... Oké. Meg kell jönnöm azokat, akik a két túszt védik, és ugye mentsem meg őket. Teljesen jó. Már mondjuk szerintem nem ez az útvonal, amit mennem kéne, de... Jó, nem is tudok lemenni. Tehát nem vagyok Peter Parker. Oké, nem probléma. Pókembert nem játszunk ezúttal. Oké, akkor ezt sem tudjuk használni. De itt hallom már, ahol sírnak, hallod? Jövök, asszonyom! Én jövök, megmentem! Nem akarok valami hangzavart csapni, mert akkor tudja, hogy izé lesz. Lebukom, mint egy rozmárló. Ha ott vannak szembe. Szóval láttam. Aha. Cső. Hoppá! Cső! Silent Killer! Oké. Ebben egy kicsit csopnyi kellett. Jó, de legalább hála az égnek csak innen. 90 méterre. Tudom, hogy fullon van a lőszerem. Ez mekkora cheat? Hát nem volt lőszerem, mondom, de jó, nem? De jó lesz. Jó, akkor most hangosan fog köldökölni, utána megtanulom rendesen a nyilat használni. Mit szóltak? Közösen megtanuljuk. Mondjuk én már a való életben íjászkodtam. Nagyon tetszett. Hosszú íjat használtam, az egy kicsit távolra jobb. Oké, egy ember megvan. Oké, teljesen jó. Oké, most nagyon gyorsan kell. Jó, hogy elrúgok? Akkor izé van? Akkor... Ofcum! Jövök! Várjál! Opa, még kettő jel! Úristen, ne! Fé! A bőves picsába! Jó, akkor tényleg csömbbe kell ölni. Akkor viszont tényleg jó lesz az így.
Jó, nem probléma. Egyáltalán nem probléma. Akkor menjünk föl oda, és ténylegesen szerváljuk meg az íjat, és akkor vagy takedownoljuk őket le csöndbe. Mit szóltok? Melyik opció lesz a legjobb? Oké? Okay? Már megyünk is föl. Várj, hogy is kellett fölmásznom, azt hiszem. Ja, tényleg balklik. Hú, de hülye vagy, turbo. Hú, de hülye vagy. Oké? Okay. Oké? Okay. Oda is? Már megy is ez a cucc. Hoppá! Ez egy kicsit fájhatott, ugyan, már nem probléma. Igazából én tényleg mindent megoldok, és így most már tényleg pókember vagyok! Tehát Rambó János csinál egy képet, hogy én vagyok pókember, most már azért tényleg valós. Na várjál, itt vannak. Oké, okay, akkor itt a nyíl. Akkor most ezt megszereztük, és... Oké. Okay. Hallod, én rohadt jól vagyok! Én egy... Cseszett izé buvászörnek be is tudnék ölni, hallod? Várjál! Azt meghalt? Meg. Itt senki? Senki, jó van. Nagyon helyes, de itt balról-bal képünk magyaráz elég masszívan. Mi lenne, hogyha beletolnám az arcába a íjamat? De amúgy én azt nem értem, hogy erre mi a picsáért egyedül jövök, tehát... Ott fönt lesz valaki. Annak a fejét szúrtam keresztül, vágod? Hát én konkrétan kinyírtam mindenkit. Oké? Oké? Hallod, ez a nyíl, ez nagyon bejön. Ez nagyon bejön. Complete mission! Ezt már szeretem! Ezt már szeretem! Ezt már szeretem! Nagyon szép az a játék. A következő videóban majd folytatjuk innentől. Remélem jól szórakoztatok, én Turbinyó voltam. Értékeljétek a videót, osszátok meg másokkal, vetszetek és kommenteljetek. Remélem jól voltatok, én jól voltam, úgyhogy közösen jól voltunk. Legyetek jók! Sziasztok!